Mi kéne ahhoz, hogy Brad ellen forduljak, hogy a szomszédom, a barátom ellen forduljak? Képes lennék rá? Angelina Jolie, Oscar-díjas, Golden Globe-díjas, világsztár, szexbomba, hat gyermek édesanyja, Brad Pitt élettársa, divatdiktátor, tiszteletbeli ENSZ nagykövet, nyughatatlan világutazó. Az elmúlt két évben több hónapot töltött Magyarországon, de egyetlen szót sem tudott belőle kicsiholni a hazai média. Az évek során sok találkozásunk és beszélgetésünk épített olyan bizalmat köztünk, hogy Angelina kivételt tett a közmédiával és elfogadta a meghívásomat. Így aztán egy gyönyörű napsütéses októberi napon testőrök nélkül csak a sminkese és az asszisztense társaságában érkezett meg a Kiscelli Múzeumba, és végig kalauzolt a kameránkat azokon a helyszíneken, ahol élete első filmjét rendezte a jugoszláviai háborúról. Ahogy beléptünk az épületbe, Angelinából azonnal feltörtek az emlékek. Te már szinte tiszteletbeli magyar állampolgár vagy, már évek dolgozol. Imádok itt lenni, tényleg. Nem gondoltam volna, amikor először ide jöttem. Sose forgattam itt, azt hittem, hogy még látogatóba se jártál nálunk. Sosem jártam itt azelőtt. Arra gondoltam, hogy úgyis kicsi a költségvetésünk. Azt mondják, hogy Magyarország jó hely, közel van az eredeti helyszínekhez, és bíztam benne, hogy működni fog. Aztán megérkeztünk, elvittek a Reli stúdióba, és csak ámuldoztam. Találkoztam az itteni stábbal, a színészekkel, csodálatos emberek. Mennyei volt velük dolgozni, nagyon örültünk, hogy újra itt kötöttünk ki, most Brad miatt. Csodálatos ez a múzeum. Gyönyörűek a kiállítások. A gyerekeket is elhoztuk, hadd lássák. Állandóan belefutottunk a látogatókba, mert nem zárták be a múzeumot, amíg az emeleten forgattunk. Azért volt néhány nyugalmas óránk. De folyamatosan nyitva volt. Néha úgy éreztem magam, mintha én is kiállított műalkotás lennék. A filmben hatalmas íróasztalok és könyvespolcok álltak itt. Teljesen másképp nézett ki. Jaj, de furcsa újra itt lenni. Egész más érzés. A filmben olyan vészjóslóan sötét volt. Ez egy gyönyörű szoba, de megpróbáltuk nyomasztóvá tenni. Nekem a könyvek voltak a legfontosabbak. Tudod, Szarajevóban lebombázták a könyvtárakat. Könyvlapok szálltak mindenfelé. Pont ezért azt szerettem volna, hogy ez a könyvtár annyiban más legyen a filmben, hogy a katonáknak legyenek könyveik. A háború alatt sokan kénytelenek voltak könyvekkel fűteni. Nem tudták megtartani őket. Ez volt a szobája. Ott volt az asztala. Ez nem lakószoba volt, hanem fürdő. Egy fallal leválasztottuk. Itt állt a híres fürdőkád. Igen, a híres fürdőkád, de a WC-je az egyáltalán nem volt, nem mondd el senkinek. És itt a szoba. Sokkal kisebbnek tűnik. Mint a filmben? Talán a festmények miatt. Azért látszott üresnek, mert csak az ágy volt benne, és a kis festőállvány, de pont így akartuk. Alig hittem a szememnek, amikor megtaláltuk ezt a szobát, mert a forgatókönyvben pont ilyet írtam le. Egy kicsit olyan, mint egy szentély, vagy kolostor, vagy mint egy börtöncella, de mégis van benne valami emelkedettség. Ezt kerestük.
A letisztultságot. Ez a jó kifejezés, a letisztultságot. Mint látod, fehérek a falak. Ez minden operatőr rémálma. Mert egy ilyen világos szobában két óránként változnak a fények. Nappal fehér, hófehér, fényárban úszik. Éjszaka pedig szinte kék lesz minden. Ha pedig egy bizonyos szögből éri a nap, akkor narancssárga. Izgalmas volt, de nem volt könnyű lefilmezni. Régóta ismerjük egymást. Még szinte kislány voltál, mikor először találkoztunk. Rojtos farmerben, gyűrött pólóban jöttél, és azon járt az eszed, hogy hogy jutsz el a Roxbury Parkból a Westwood Arcade-ba. Aztán egyik napról a másikra itt ül egy gyönyörű, harmonikus, boldog nő. A világ egyik legnagyobb emberbarátja. Hogy jutottál el idáig? Hát tulajdonképpen, tudod, csodálatos édesanyám volt. Elvált, egyedül nevelt fel engem és a bátyámat, és a legkedvesebb nő volt, akit csak el tudsz képzelni. Még ma is, ha találkozom olyanokkal, akik ismerték, élete utolsó éveit egy szállodában töltötte, mert azt szerettem volna, hogy gondoskodjanak róla. Szóval, ha mostanában arra járok, a pincérek, a portások, a szobalányok ma is elsírják magukat, ha meglátnak. Mert annyira imádták, és ő is annyira szerette őket. Pontosan tudta, kinek mikor van születésnapja, még a gyerekeikét, sőt, még az unokájuk keresztelőjét is számon tartotta. Ritka az ilyen ember. Még a postás is zokogott, amikor meghalt. Ez a fajta kedvesség töltötte ki édesanyám egész életét. Szóval egy ilyen ember nevelt fel, nagyon szabadnak, nyitottnak nevelt, megismertetett a művészetekkel, és mindig emlékeztetett rá, hogy az élet csak akkor ér valamit, ha teszünk valamit másokért. Hát igen. Ha reggel felébredsz, és rögtön magadra gondolsz, akkor nincs rendben az életed. Közvetlenül Los Angelesben is lehet élni. Los Angeles nagyon veszélyes hely. Könnyű elveszni benne. Kivéve, ha valakit ilyen ember nevel fel. 7 éves voltam, amikor anyu először elvitt az Amnesty International jótékonysági estjére. Sok minden tudatosult bennem, ahogy felnőttem. Anyu rengeteget utazott, indián ősei voltak, így aztán volt miről mesélnie. Óriási, hihetetlenül nagy szerencse, hogy olyan anyám volt, aki átlátott az összes őrültségemen, és tudta, hogy mélyen legbelül egy nagyon szabad ember vagyok, aki a helyét és a feladatát keresi, hogy hasznára lehessen a világnak, ahogy mindenki. Igen, de azért ez eltartott egy darabig. Közben nyertél egy-két Golden Globe-ot, egy Oscart, de szinte alig tetted ki a lábodat Hollywoodból, aztán egyszer csak elindultál. Igen, ez így volt, mert bármennyire is élveztem a szakmai sikereket, még mindig fogalmam sem volt, hogy ki vagyok. A díjak nem válaszolják meg a kérdéseket, és a hírnév sem ad semmire választ. Inkább azt is megkérdőjelezi, hogy minek kerültél bele ebbe az egészbe. Játszottál egy filmben, de nem fedezted fel a rák ellenszerét, nem mentettél életet, semmi nemeset nem tettél. Forgattál egy filmet. Nem mintha ezzel baj lenne, de aránytalanul nagyobb figyelmet kapunk, mint azok az emberek, akik valóban az életüket kockáztatják másokért, és senki sem ismeri őket, nem kerülnek kamerák elé. Pedig hány ezer ilyen névtelen hős? Bizony, több ezer tanárok, akik ingyen dolgoznak a gyerekekkel, szóval valami nem stimmel ezzel az óriási érdeklődéssel a filmesek iránt. Nagyon elcsúsztak az arányok, és ez így nincs rendben. Szóval, mikor fordult át benned ez a dolog? Mikor döntöttél úgy, hogy fogod a telefont és tárcsázod az ENSZ-et? Kambodzsába utaztam egy forgatásra. A Tomb Raider-re. Már az utazás előtt is sokat hallottam Kambodzsáról, és az járt a fejemben, hogy Istenem, egy olyan országban, amelyik túlélte a megszállást, a népírtást, a taposóaknákat, minden tele lesz fájdalommal. Szinte féltem elmenni. Ráadásul abból az országból jövök, amelyik lebombázta Kambodzsát, szóval nem a legjobb ómen.
Aztán megérkeztem, és csupa kedves, barátságos ember fogadott. Ezek a mosolygós, boldog emberek tanítottak meg arra, hogy aki ennyi megpróbáltatáson megy keresztül, az már annak is örül, hogy él. És a legkisebb dologért is hálás tud lenni. Találkoztam féllábú, vak emberekkel, akik mosolyogva csak annyit mondtak, hogy nem kérünk semmit, köszönjük, hogy eljöttél. Mindennek ellenére. Ők értették meg velem, amiről korábban fogalmam sem volt, hogy mekkora lelki ereje van az embernek. Nem tudtam, mit jelent igazi túlélőnek lenni, hogy milyen mindezt átélni. Ezek az emberek rettenetes körülmények között élnek. Olyan volt, mintha pofon ütöttek volna. Akkor ébredtem rá, milyen kesztyűs kézzel bánt velem a sors. Biztonságban tudom a családomat, egészséges vagyok, bőven van ennivalóm. Vajon kockára merném tenni az életem? Tudnék úgy élni, hogy nem lehetnék biztos mindebben, ha reggel felébredek? Megváltoztatott ez az élmény. Kétszer is visszamentem Kambodzsába, aztán jelentkeztem az ENSZ-nél, így jutottam el Sierra Leone-ba. Az volt az első háborús terület, ahol jártam. Iszonyatos volt. Könyvet is írtál róla, amikor a határok nélkül forgattad. És jut eszembe. Emlékszel még az interjúnkra a londoni Dorchester Hotelben? Már az is mindent elmondott rólad, ahogy fel voltál öltözve. Gyöngysor, kasmírpulóver, térdigérő szoknya. Rettentő elegáns voltál. Aztán délután ott ültél a hallban, és fura kinézetű fickókkal beszélgettél. Valaki megsukta, hogy a csecsen ellenállók voltak. A csecsen föld alatti mozgalom. Tényleg? Emlékszel rá? Igen, Vanessa Redgrave szervezte. Ő hozott össze a csecsen emigránsokkal, mert akkor jöttem vissza csecsen földről. Létezik a világnak olyan sarka, ahol nem jártál? Kína. Kínában még nem voltam. Egy darabig azt hittük, Brad ki van tiltva a 7 év Tibetben miatt. Én meg azért, mert sokat írtam a burmai helyzetről. Nem is tudom. Nagyon szeretnénk eljutni Kínába, de az az érzésem, hogy nem lesz egyszerű. Szóval ott még nem jártunk. Köztudott, hogy nagyon foglalkoztat téged Afrika. Gyakran jársz oda, és figyelemmel követed, ami ott történik. De mi között Boszniához? Azt hiszem, hogy igazán azzal sokkoltad a világot, hogy egy olyan régióról írtad az első forgatókönyvedet, amit már szinte elfelejtettünk. Meg amihez lényegében nincs is túl sok között. Angelina és Bosznia? Hát ez nem egészen így van. Furcsa dolgokat feltételeznek rólam néha az emberek, pedig legalább 40 országban megfordultam már. Jártam Afrikában, Ázsiában, Oroszországban, Csecsenföldön, és elmentem Gorázsdéba, Boszniába, és Szarajevóba többször is. Szóval nagyon is tisztában voltam vele, hogy mi zajlik ott. Végigjártam az európai válsággócokat.